Nils Holgersson csodálatos utazása a vadlugakkal. Írta Selma Lagerlöf. Nils Holgersson, ott repül már holdon. Thor Isten és az óriások. De hideg van. Egyfolytában esik, mint a sosem akarna elállni. Egész testemben rázkedek. Mindjárt megfagyok. Elég volt már. Ne haragudj, úgy látszik, megfáztam. Az egy kilátó torony. De kár, hogy eddig nem vettük észre. Gyere, ott te bázzuk be. Szemtelen! Márton, a gyereke! Igen, tartsam a gyereke! Rendben, azonnal hagyjátok a... Na, mit mondtam? Az elején kellett volna szigorúnak lenni velük. Nem most! Ráhagykozz más dolgába, Guster, jó? Jó. Ne kiabálj velem, én csak jót akartam. Ostoba. Abba hagyni, nem hallottátok? Az a lőt sose fordult elő ilyesmi. Egy, kettő. Ma! Ez mindjárt más. Fejed fel! Fejed ki! Egy, kettő. Tudod, Gunnar, hogy én a szigorú nevelés híve vagyok, de azért, ami sok, az mégiscsak sok. Nyárdsd magad a más dolgába, Guster! A játékra is kell nekik egy kis időt hagyni. A tieid reggeltől estig csak gyakorlatoznak. Ha ez a véleményed, akkor miért szidod mindig a Márton fiókákat? Az a másik véglet. Neveletlen pimasztársaság. Neked úgysem lehet a kedvedben járni. Sajnálom. Az a legjobb, ha nem avatkozol bele. Ne izgasd fel magad, Gunnar, azért ilyen, mert irigy. Hát persze, hogy irigy. Vigyázz a gyerekekre, bemennek a vízbe. A vízbe! Megtiltom, hogy bemenjetek a vízbe, gyertek vissza! Na tessék, megérdemlettem, nagy okos! Mi az, Lasse? Miért nem hallom a hangodat? Mi? Én is énekeljek? Hát persze, hogy énekelj. Mit gondoltál, hogy csak ott állsz és bámulsz? Kezdjük még egyszer előről. Nem ismerek rád, Lasse barátom. Nem te mondtad mindig, hogy nem bírod ezt a kornyikálást? Hát nem is bírom. Emlékszel, milyen jól megvoltunk egymással az erőn? Ha megnőnek a kicsik, meglátod. Guster! Ne zavarj, menj innen! Nem beszélhetsz így Gusterral, Siri, mégiscsak a barátom. Bleblebleblebleble. Azonnal gyere ide! Már is. Micsoda sárkány lett Siriből. Tiszta szerencse, hogy nem engem választott annak idején. Ha a vízbe akartok menni, legközelebb kérjetek rá engedélyt tőle! Gunnar! Tessék, Akka! Szólj a többieknek, hogy indulunk. Eleget időztünk itt.
Igenis, szólok, Akka! Kell kalaki Akka üzeni, hogy indulunk, készüljetek! De kár... Indulunk, álljatok sorba, gyerekek, szépen! Igenis! 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 Jól van, büszke vagyok rátok! Nem tudod, hová menni, és pocsát? Lesz! Róluk teljesen megfeledkeztem. Hol lehetnek már megint? Nemrég még itt láttam valahol. Liz! Fáras, Tomi? Hát jó magas. Na, muszáj nekünk a tetejéig felmászni. Igen. Mert onnan fentről legszebb a kilátás. Na is. Na, végre fenn vagyunk. Fenn. Nils, pocok, hol vagytok? Nils, hol vagytok? Érdemes volt ezért ennyit mászni. Most az eső miatt nem látni. Később biztosan nagyon szép lesz. Egyébként minek tettek volna ide kilátót? Jaj, kiderül, ha kiderül. Ne légy olyan lusta. Gyere, már csak 3 lépcsőfok és fenn vagyunk. A lábom! Futás, Nils! Látjátok, milyen szép vidék ez, Maria? Aha. Mező is van, hegy is, meg folyó is. Régen pusztaság volt itt. Hogy lehet az? Nem változhat meg. Megyek, meghallgatom, mit mesél. Csak úgy hiszed. Mi bajod? Mi az? Miért nem beszélsz, Lars? Valami baj van? Láttam egy manót. Ugyan már? De pedig láttam. Hol? Biztosan csak képzelted. Nem, láttam a szememmel. És milyen volt az a manó? El tudod mondani? Hát... Remélem, hamar elmennek, már nem bírom sokáig. Nils, ott vannak a vadludak. Biztosan minket keresnek. Ide, ide! Azt akart, hogy észre vegyenek. Papa, meddig kell még itt körözni? Olyan fáradt vagyok. Addig, ameddig meg nem találtuk Nilset és Pockot. Miért kell őket megtalálni? Majd utánunk jönnek. Én már nem bírom, én fáradt vagyok. Megyünk, papa! Tessék, az engedékenység eredménye, Márton. Egyéb se hiányzik, mint hogy most elkezd prédikálni. Tudtam, hogy ilyen puhányok lesznek. Semmi kitartásuk sem. Mi bajod mindig a kis Mártonokkal? Meg is jól bírják. Nézd csak meg a tieidet! Egy, ne ereszkedjetek le! Egyenletesen repüljetek! Helyebb! Még! Már megbocsánja, nem is tudom, hogy szegények ilyen kimerültek. Azonnal engedjétek el a fartollamat! Engedjétek el, azt mondtam! Nem halljátok? Azonnal elengedni! Ne haragudj, Akka, de a kicsiknek ez még sok egyszerre, nagyon kimerültek! Gunnar, szálljatok le a következő tónál, és ott várjatok meg! Igenis, Akka! Guster, egyedül neked nincsenek kicsinyeid. És? A szemrehányás akar lenni? Nem, de csak te tudsz segíteni. Amennyiben Nilsről lenne szó, félek, el kell utasítanom az ajánlatot. Ez a Guster egyre rigolyásabb lesz a korral. A tónál találkozunk, várjatok türelemben. Jól benne vagyunk a csávában, innen nem jutunk le egy hamar. Meddig leszünk még itt? Amíg az eső el nem áll. Figyeljetek csak! Ha akarjátok, mesélek nektek addig egy történetet. Jó, apa, mesélj! Nos, az én mesém ezekről a dombokról, mezőkről és arról a folyóról szól, amelyet ott lent láttok. Elmesélem nektek, hogyan keletkeztek. Valami érdekesebbet nem tudsz. Előbb figyelj egy kicsit. Ha nem tetszik a mesém, majd megpróbálok valami mást kitalálni. Ez hosszú lesz. Valamikor réges-régen még teljesen más volt ez a vidék. Akkor még nem volt se folyó, se mező, csak hatalmas, csupasz hegyek. Ez volt az óriások hazája. Itt az óra, ilyen a felirat. Hé, te! Tessék!
Feltételezem, hogy ismerős vagy ezen a környéken. Meg tudnád mondani, hogyan jutok el az óriásokhoz? Igen, tudom, de a helyedbe inkább nem mennék oda. Útbaigazítást kértem tőled, nem pedig tanácsot. Hogy mit tegyek és mit ne, az bíz csak rám. Jól van, én csak jót akartam. Ha ebben az irányban haladsz tovább, nem tévedhetsz el. De én a helyedben nem mennék oda. A tanácsaidból nem kérek, nem hallottad? Engedj el, vagy bulladok, én csak a javadat akartam. Engedj el, engedj el! Javadás! Várj! Ettől nem esnek hasra, ők sziklákkal csinálják ugyanezt. Velük nem veszed fel a versenyt. Ez csak egy kis új gyakorlat volt. Ez hogy tetszik neked? Elég nagy? Ezt is úgy össze tudod törni, mint azt a kicsit az előbb? Te tetszel nekem! Na? Örventem a szerencsének. Kijöttem egy kicsit a gyakorlatból. Ez milyen volt? Ez már jobb valamivel. Lehet, hogy ez már nekik is imponálni fog, de én azt mondom, hallgass rám, inkább ne menj oda. Ne tréfálj velem, hallod-e? Engem nem tudnak legyőzni az óriások. Majd összemérjük az erőnket. Megmutatom én azoknak a tohonya óriásoknak. Minek szaladsz olyan gyorsan? Tudod, hogy kímélned kell magad. Mi van veled? Miért vagy így kifulladva? Valaki közeledik a házunkhoz, teljesen olyan, mint a nagy tóristen. És ettől rémültél így meg? Varázsold el! Gondolj ki gyorsan valami okosat, ami eltéríti erről a tájékról. Igen, ez jó ötlet. Köszönöm. Sietek. Olyan kedves és jóságos. Csak az a baj, hogy nincs semmi önbizalma. De itt vagyok neki én. Késő már itt van. Mindjárt eléri a házat. Mi csináljunk? Jaj. Majd én elintézem, kedvesem. Bízz csak nyugodtan rá. Hálásan köszönöm. Te olyan jó vagy hozzám. Nálad jobb asszonyt az egész világon se találhattam volna. Jön, hallod? Nyissátok ki! Kinyitni! Jaj, de iszonyatos! Menj csak át a másik szobába, mielőtt még meglát. Majd azt mondom neki, hogy egyedül vagyok itthon. Jó, kedvesem, sok szerencsét. Szólj, ha szükséged van rám. Mihez is kezdene szegény nélkülem? Nyissátok ki, vagy betöröm az ajtót! Kinyitni, azt mondtam! Nálatok ajtóstúl szokás berontani a házba? Nem azért jöttem, hogy illemre taníts, hanem azért jöttem, hogy feltegyek néhány kérdést, amire csak ti tudhatjátok a választ. Miért nem jössz közelebb? Akkor nem kellene így kiabálnod. Hol a ház ura? A férjem vadászni ment. Csak este felé jön haza. Akkor megvárom. Beszélnem kell vele, miért ilyen barátságtalan ez a környék? Nem terem semmit, mindenhol csak kő és kő. Nem mondom, jó nagy ez a szoba. Hát, két óriásnak éppen, hogy csak elég. Mintha egyre nagyobb és nagyobb lenne. Én szeretem a tágas szobákat. Ha te nem jössz ide hozzám, kénytelen vagyok én oda menni. Bizonyára meglep, hogy óriás asszony létemre ilyen kistermetű vagyok. A férjem jóval nagyobb nálam.
De én szeretem, ha van kire felnézni. Én már csak ilyen ódivatú vagyok. Szerintem az a jó, ha a nő gyengébb a férjénél. Jó érzés, hogy van, aki megvéd. Éppen a férjemnek kötöm ezt az oknit. Neked hogy tetszik a színe, mennydörgő tór? Nem azért jöttem ide, hogy holmi fuszekliklő társalogjak. Gondoltam, hogy a sárga nem baj a lesz ebből. Nem lesz jó vége. Ez a hang. Miért nem gondozzátok a földet? Mit szólnál egy korsó méhsörhöz? Úgy könnyebben megy a várakozás. Mindjárt jobb kedved lesz, meglásd. Gyere közelebb, ne állj ott. Rég nem futhattál már, látom, nehezedre esik. Ez a szoba túl nagy! Foglalj helyet, és érezd magad otthon mi nálunk. Ezek a férjem korsói. Nem tudom, melyiket adjam neked. Talán ezt. Hogy is mondtad az előbb? Miért jöttél? Azért, hogy megdorgáljalak benneteket. Ezt a földet azért kaptátok, hogy termővé tegyétek, de amerre csak nézek, mindenütt csak követ látok. De milyen szépek. Mit mondasz? Nem ajánlom, hogy gúnyolódj velem. Elég, vagy parancsolsz még? Nem. Köszönöm, nem. Ennyi elég. Mindig zavarban vagyok a vendégekkel. Nem tudom, mennyit kínáljak. A férjem minden este 3 ilyen korsóval iszik. Mennyit? 3? Nem tudom visszatenni. Hiába kell már egy új dugó ebbe. Nem kell úgy forgatni azt a dugót. Inkább csap rá egy kalapáccsal, mert megmutatom. Tudni kell a módját. Most látom csak, hogy erős is az én uram. Ő egyetlen mozdulattal elintézi az ilyesmit. Köszönöm. Te megtettél minden tőled telhetőt, sajnos hiába. Na persze, nem mindenki olyan erős, mint az én uram. Azt javaslom, menj el, mielőtt hazaér. Nagy haragra gerjed, ha meglát itt. Annyi szent. Maradok. Beszédem van vele. Mi csináljak? Félek. Hát, ha mindenáron a vesztedbe akarsz rohanni, én nem bánom. De addig is talán segíthetnél nekem. Annyi a dolog a háznál. Megkérhetnélek, hogy darálj nekem egy kicsit? Sajnos elfogyott a darám, és nem tudok kását csinálni estére. Mi sem egyszerűbb, ha csak ez a kívánságod, darálok annyit, amennyit csak akarsz. Lesz miből kását főznöd. Segítek én szívesen. Miért ne segítenék? Segítek én? Azért ne búsulj. Nem lehet többet kívánni valakitől, mint amennyit bír. Nem is ment olyan rosszul. Tessék, egy kis előétel. Ez nagyon sok.
Jaj, bocsánat. Olyan ritkán jön hozzánk látogató, hogy nem is tudom, mi a szokás. Az uramnak a fél fogára sem elég. Nagyon finom. Tényleg rendkívül jó. Csak egy kicsit sok. Egészséged. Valami baj van? Dehogy. Gyere utána. Igen. A férjem mindig nagyon későn jön meg a vadászatról. Nyújtóztasd ki addig fáradt tagjait. Igazán nagyon kedves vagy, bizony elfáradtam. Szép álmokat. Ha szólok, majd azt mondja, hogy az urának ez túl puha. Mondjon, amit akar. Esküdni mernék, hogy kő van a lepedőn alatt. És tényleg... Meneküljünk! Nem hallod, hogy dühöng? Ne izgasd fel magad, majd csak megnyugszik. Menj! Kérd tőle bocsánatot! Felesleges! Ez nem fog megbocsátani soha. Túl sok van a rovásunkon. Erősebb nálunk. Varázslattal nem megyünk sokra nála. Csodálod! Ez maga a mennydörgő tóristen! Mehetünk? Tóristen iszonyú haragra gerjedt. És haragjában mellékesen létrehozta azt a fennsíkot, amit ma Jemtlannak neveznek. Gödröket és árkokat ásott, amelyeket ma folyók és tavak töltenek ki. A dara pedig, amit az óriásasszonynak őrölt, nem gabona volt, hanem mészkő és pala. Egy fordulattal olyan mennyiséget őrölt, hogy most az egész fennsíkot termékeny föltakarja. Ezért nagyon hálásak lehetünk az ászok haragos istenének. Egy valamit azért rossz néven veszünk tőle. Azt, hogy a köveket annyira széthaigálta. Már értem. Ezért van nálunk ennyi kő. Ezek a mesék. Remélem, most már elmennek. Már rég elállt az eső. Na mi az? Itt akartok maradni? Gyere. Megyünk. Lementek. A gondolod, mi is lemászhatunk. Te, hallasz egyáltalán? Alszol, vagy mi? Hát ébresztő! Ilyet sem láttam még. Nyitott szemmel alszik. Ott jön Akka és Guster. Akka, Akka, itt vagyunk! Nilsnek még sokáig nem ment ki a fejéből Tóristen, aki a folyók medrét ásta ki puszta kézzel, és az óriások, akik hegynagyságú sziklákra vetették ágyukat. Szerette volna Akkával megtárgyalni a dolgot, de abban a pillanatban tűnt fel Smöre a róka, nagy riadalmat keltve a vadludak csapatában. Csak hogy ezúttal kivételesen nem csak Nilsszel gyűlt meg a baja, hanem... Na de mindenről majd a következő részben mesélünk nektek. Magyar hangok. Szerednyei Béla, Hacser Józsa, Márton András, Gruber Hugo, Felföldi László, Kassai Károly, Bor Zoltán, Balog Erika, Radó Döniz, Földesi Margit, Újlaki Dénes, Simon György, Pásztor Erzsi, Földi Teri. A forgatókönyvet írta és a filmet tervezte Marty Murphy. Zene Karel Svoboda. Rendezte Hisayuki Toriumi. Magyar szöveg Kertész Judit. Hangmérnök Illés Gergely. Rendezőasszisztens Kovács Miklós. Vágó Mihályfalvi Mihály. Gyártásvezető Miklai Mária. Szinkronrendező Várai Ibolya. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.